Visszatértem! Ha valakinek feltűnt volna, hogy most volt egy rövid kihagyás a videókban és a streamekben, de esetleg lemaradt volna. Igen, most áprilisban egy újabb babával bővült a család, úgyhogy most már igazi kétgyerekes családos csóka vagyok, és még hogyha közel sem álltok a gyerekvállaláshoz, akkor is tudhatjátok, hogy ez bizony elég komoly fáradtsággal jár együtt. Úgyhogy arra gondoltam, hogy az első videó, ami így a visszatéréshez nyilván miről másról is szólhatna, mint arról az érzésről, amit mostanában érzek, hogy szinte bármikor, bármilyen helyzetben el tudnék aludni. Szóval nézzük meg az Unibet támogatásával olyan videójáték karaktereket, akik valamilyen okból elképesztően fáradtak. Sziasztok, én Dani vagyok, vágjuk is bele! Amikor Kratost először látjuk meg a God of War legelső részében, akkor épp az olimposzi isteneket szolgálja, kikötőről kikötőre jár, hogy mindenféle megbízásaikat teljesítse. Hamar kiderül, hogy a fő probléma az, hogy a múltja miatt szörnyű rémálmok gyötrik. Amikor ugyanis még réges-rég Árész egyik hadvezére volt, Árész egy csellel rávette őt arra, hogy mészároljon le egy templomot, amiről nem tudta, hogy a felesége és gyermeke is odabenn van. A falu orákuluma elátkozta őt és örökké tartó rémálmokkal kínoszta. És gyakorlatilag innentől kezdve próbál megszabadulni a rémálmaitól, ami miatt nem tud aludni. És hát persze látja a rémálmokat, szóval valamennyit lehet, hogy alszik, de mindig azt látjuk, hogy azért olyan sokat nem tud. Szóval igen, amikor látjuk Kratost, hogy mérgesen végig mészárolja magát egész Görögországon, akkor ezért ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy épp elképesztően kimerült, mert már legalább 10 éve nem tud rendesen aludni. A Red Dead játékosok közül szerintem szinte senki sem szimpatizál Michael Bell-lel. Az még hagyján, hogy az egész játék során folyton a legmegkérdőjelezhetőbb dolgokat teszi, mindenkivel bunkó, egy igazi pöcsfej a táborban, de a játék végén effektíve el is árulja a barátait. Nem igazán marad olyan tulajdonság, amivel bármilyen szinten is pozitív fényben tüntetné fel magát, szóval nem feltétlenül azért rakom őt erre a listára, mert én együtt éreznék vele a kifáradtságban, pusztán tény, hogy nem igazán alszik. Ő ugyanis az egyetlen NPC a táborban, akinek egyszerűen nincs szkriptje az alvásra. Bármikor találkozunk vele, ő sosem alszik, mindig ébren van. A játék egy pontján meg is kérdezhetjük tőle, hogy ezzel mi zó, mert bizony feltűnik Arthurnak is, hogy folyton ébren van. Hát túlértékelt az alvás, ezért inkább nem alszik. Van egy elég erős elmélet arra, hogy Michael valójában csak elképesztően paranoid, fél mindenkitől, hogy a sok gonoszság, amit csinál az életében, az valahogy visszaüt majd, ezért nem mer egy pillanatra sem aludni, és akkor látjuk őt először pihenni, elaludni ülve az asztalnál, amikor elkezd a Pinkertonoknak súgni, akik valamennyire biztonságot adnak neki. A Pokémon világában a fontos NPC-k, úgy mint az edzőtermek vezetői vagy a profi Pokémon harcosok a bajnokságokon, úgy tűnik, hogy mind elsődlegesen teljes munkaidőben ezzel foglalkoznak. Lehet, hogy van más álmuk, vannak más céljaik, de a fő munkájuk az, hogy ők az adott edzőterem vezető és az odaérkező kihívókat fogadják, hogy megküzdjenek velük, és odaadják nekik a kitűzőket, ha legyőzik. Nem így Larry a Pokémon Scarlet Violetből. Medali városának edzőtermét vezeti, de emellett tagja az Elite 4-esnek is. Ezzel önmagában kitűnik, hiszen nincs még egy olyan gym leader, aki mellette a top Pokémon edzők közé tartozik. Csak hogy mellette Larrynek ránézésre is látszik, hogy van egy nappali munkája is, és szinte mindig onnan érkezik, öltönyben, aktatáskával. Szóval adott egy ilyen tipikus japán salaryman, aki, ha a sztereotípiákból indulunk ki, amúgy is agyon van dolgoztatva a munkahelyén, és aztán a munkaidején kívül még egy Pokémon edzőtermet is vezet, sőt, még ő a régió egyik legjobb edzője is. Hát nem csoda, hogy akárhányszor látjuk, totál karikás a szeme, és feltűnően kialvatlan, de szinte garantált, hogy a Pokémon univerzum egyik legálmosabb NPC-jéről van szó. A Heavy Rain több különböző karaktert is bemutat nekünk, akiknek nézőpontjából megismerhetjük a nyomozást a rejtélyes origami gyilkos után. Az egyik ilyen karakter, akivel megismerkedünk, Madison Page, egy lelkes újságíró, akit szörnyű inszomnia gyötör. A játék egy pontján elmondhatja Ethannek, hogy gyerekkora óta küzd ezzel az álmatlansággal, de mivel ez a hazugság opcióra jön be, valószínűleg ezért nem egész gyerekkorától kezdve jön. Az egyik fejlesztésről készült verk videóban, a Cutting Room Floorban a fejlesztők elárulták, hogy Madison fiatal újságíróként az iraki háborúról is tudósított, az ott átélt és látott borzalmak azok, ami miatt igazából nem tud aludni. Mindjárt az első alkalom, amikor irányíthatjuk Madisont, hajnali 2-kor felriad, és járkál a lakásában, tesz be, elmegy pisilni, ugye ahogy azt az ikonikus WC-k videóban már bemutattam, és aztán maszkos emberek törnek rá. Mindegy, hogy jól oldjuk-e meg a quick time eventet vagy sem, a betörők hasba szúrják Madisont, aki felébred a rémálmából. Igen, megint ez a rémálmokkal gyötört inszomniás karakter toposz, szerencsétlen Madison úgy próbál meg részt venni a nyomozásban, hogy közben csak lepukkant, koszos és veszélyes motelekben képes nyugodtan aludni.
hogy miért, arra a logikát nehéz keresni. Az eddigi karakterekről a listán feltételezzük, hogy nem aludhatnak sokat, de igazából minden alkalommal benne van, hogy azért szoktak aludni, csak legfeljebb keveset. Na de vegyünk akkor egy olyan példát Gordon Freeman személyében, ahol tudjuk, hogy egy húzamban mennyire nem aludt, és közben mennyi mindent csinált. A Half-Life 2 eseményeinek legelején Gordon Freeman megérkezik City 17-be. Hogy pontosan hány óra van, nem tudjuk, de úgy ránézésre kb. Délután van. Estére megérkezik Eli Vance laborjába, a Black Mesa Eastbe, és az első éjszakát aztán azzal tölti, hogy keresztül verekszi magát Ravenholmon. A második nap alvás nélkül folytatja a küzdelmet, és még autóba is ül, estére Nova Prospectbe ér, ahol megint harcol, és aztán már a harmadik napja ébren érkezünk el a játék végéhez, a Citadelhez. Aztán jönnek az epizódok, amik között talán elveszíti az eszméletét, és valamennyit pihen, de lehet, hogy amúgy a közben sem tud pihenni, ezt nem tudjuk pontosan. Minden esetre 3 teljes napig full ébren harcol. Előtte, oké, lehet, hogy 20 éven át aludt, de igazából nem tudhatjuk. Mi van, ha vége van a Half-Life 1-nek, és utána G-Man egy olyan kómába tette, hogy számára kb. Azonnal indul a Half-Life 2. Nem csodálom, hogy az egész játék alatt meg sem szólal, amikor ennyire fáradt vagyok, én is inkább ezt az utat választom, nehogy elkezdjek bordítozni mindenkivel kimerültségemben. De ez még semmi. A Hideo játékok nagymestere, Hideo Kojima mester még tovább tekeri a nem alvást. A Metal Gear Solidban bukkan fel először Sniper Wolf, aki nem az az SS Sniper Wolf, aki pióca módra reakció videózik, és ebből brutális milliómos lett, és ledoxolt egy másik nagy youtubert, és mind a mai napig kb. Következmények nélkül maradt, nem, hanem csak simán Sniper Wolf, egy iraki kurdisztán, aki a Metal Gear univerzum fiktív második kurd iraki háborújában nevelkedett. Saját elmondása szerint a légiriadók és a bombák robaja volt az altatója, és akárhányszor elaludt, rendszeresen arra ébredt, hogy elvesztette valami családtagját. Kojima, hogy minden rendben? A lényeg, a Sniper Wolf, ahogy a nevéből is sejthető, egy profi mesterlövész, aki elképesztően türelmesen tudja várni a célpontját. Ha kell, napokon, heteken át marad egy helyben, hogy megfigyelje és megvárja a megfelelő pillanatot. Evés, ivás, ürítés és bizony alvás nélkül. Nem derül ki pontosan a játékból, mi a rekordja, de minden esetre az biztos, hogy mikor a játékban Solid Snake találkozik vele és spoiler alert, végez vele, addigra biztos, hogy elképesztően kimerült volt. A Baldur's Gate második részének egyik kiegészítője azonban bemutat egy olyan karaktert, aki még ennél is fáradtabb lehet. A Throne of Baal kiegészítő egyik extra dungeonjeként került a játékba a Watcher's Keep, egy hatalmas erődítmény, ami mindenféle ősi gonosz lényt őriz a mélyében. Az egész épület arra szolgál, hogy a szörnyeket bentartsa, ám az őrzésére megbízottak kezdik elveszíteni a küzdelmet, ezért folyamatosan kalandozókat hívnak magukhoz, hogy megerősítsék a védelmüket. Így kerül a játékos csapata is a kazamatába, és így került Tamorlin csapata is annak idején ide. A játékban a harmadik szintre leérve találkozunk egy őrült elfel, aki először Jakmanként mutatkozik be, és egy teljesen megőrült vadember látszatát kelti. Ha sikerül meggyógyítanunk, kiderül, hogy 2 évvel korábban egy csapattal idejött az erődbe, kincsek nyomában, azonban az egész csapatából rajta kívül mindenki meghalt, ő maradt egyedül életben. Nem találta meg a labirintusszerű harmadik szinten a kijáratot, úgyhogy azóta fel-alá mászkál a falak között, bujkálva a démonok elől, és annyira fél, hogy nem mer aludni. A paranoiába és a kialvatlanságba pedig ez idő alatt teljesen beleőrült. És mielőtt jönnének a D&D szabályhúszárok? Itt még a D&D második kiadásánál tartottunk, tehát az elfeknek igenis szükségük volt az olvásra, itt még nem volt elég a meditáció. Lényeg a lényeg, Tamorlin vagyis Jakman egyiket sem csinálta, és feltűnően teljesen bele is őrült, annyira álmos. Mert a toplista élére hozok pár egészen egyedi játékot, ami sokkal nagyobb hangsúlyt helyez kifejezetten a főhős álmatlanságára. Az első egy nagyon bizarr kis indie játék, a szibériai Wormlamp Game játéka, a Beholder. A játék valahol félúton van a Papers, Please és a This War of Mine között hangulatban, és az egészet nyakon önti egy ilyen kis, hát bázis építős, vagy inkább bázis megfigyelős játékmenettel. A játék fiktív világában egy borzasztóan elnyomó diktatúrában élünk, ahol minden nagy panelházhoz az állampárt jelöl ki egy házmestert, akinek nyilván az a fő feladata, hogy szemmel tartsa és jelentsen az összes rábízott lakóról. Az egész játék során az a dolgunk, hogy mindenkit, akivel egy házban élünk, alaposan megvizsgáljunk, bekamerázzunk és bepoloskázzuk a lakásokat, rendszeresen átkutassuk szamizdat és egyéb illegális tárgyak után kutatva, és hogy kiderítsük, kik pontosan a rendszer ellenségei. És mindjárt a játék legelején azzal az üzenettel találkozunk a pártól, hogy igen, oké, megkapjuk ezt a lakást, és ezzel együtt egy kísérleti drogot is a szervezetünkbe juttatnak, aminek köszönhetően nincs szükségünk alvásra. Szóval igen, egy drogok segítségével folyamatosan ébren tartott igazi házmester vagyunk, akinek egy pillanatra sem lankad a figyelme és mindig mindent lát. Oké, lehet vitatkozni, hogy vajon ha egy drog elnyomja az alvás iránti igényedet, az vajon kikapcsolja a fáradtságot is? Ez azt jelenti, hogy
effektív nem vagy álmos, vagy azt, hogy át tudod lendíteni magad minden fáradtságon? Jó kérdés, minden esetre biztos, hogy ez a karakter az egyik legálmatlanabb, hiszen szó szerint nincs szüksége alvásra, szóval olyan sokáig tarthatjuk ébren, amilyen sokáig csak tart a játék. És igen, hogyha esetleg mélyebben ismeritek a játékot, akkor tudhatjátok, hogy az egyik titkos befejezésből kiderül, hogy a kísérleti drog valójában nem működött. Főhősünk egy kómába zuhant, és a kómában, mély álmában jelentéktelen apró feladatokat kell csinálnia, amikkel sosem végez. Ez viszont nem a kánon befejezés, hiszen a második részben Carl igenis ébren van, szóval valójában tényleg álmatlan. A következő játék igazából még nem is egy teljesen megjelent játék, csak egy demója érhető a Steamen, viszont már az is elég sok minden tartalmaz, hogy önmagában egy ingyenes mini indie játékként fogjuk fel, és muszáj idehoznom, mert ez az a játék, ami kifejezetten a játék meneten keresztül gyönyörűen bemutatja, milyen is igazából kimerültnek és teljesen alvás megvonásosnak lenni. Ez pedig nem más, mint az Exhausted Man, vagyis Kimerült ember című játék. A Candleman Game egy pici pekingi indie fejlesztő stúdió, akik ezt a játékot a tavalyi Steam Next Festre hozták össze, és gyakorlatilag az egész játék lényege, hogy borzasztóan kimerült és mozgásra alig képes főhősöket irányítsunk. Különböző szenáriók vannak, ahol van egy karakterünk, aki annyira fáradt, hogy csak a földön fekve csúszva tud közlekedni, és vannak céljaik, amiket el akarnak érni. Nekünk kell egyesével a végtagjaikat mozgatni, és kattintással kígyószerű kúszó mozgásra kényszeríteni őket, hogy ezeket a feladatokat teljesítsék, anélkül, hogy ténylegesen fel kéne kelniük és aktívan csinálni valamit. Borzasztóan frusztráló az egész, hogy minden olyan lassan reagál csak az egered mozgatásra, nincs precizitás abban, amit csinálsz, csak próbálsz egy maga tehetetlen rongybabával mozgatni szilárd tárgyakat, miközben ő ide-oda kúszik a szobában. Amúgy a maga egyszerűségében egy zseniálisan letisztult kis indie játék, és különösen nagy pluszpont, hogy tényleg képesek voltak a konkrét kimerültségből egy tényleges játékmechanikát létrehozni. Azért is különösen ajánlom, ha meg akarjátok tapasztalni, milyen az igazi kimerültség, mert mondom, jelenleg egy ingyenes demója van, amivel több különböző jelenetet is kipróbálhattok, ismétlem, ingyen. A Diablo 2 játék menetében irányítunk egy karakter, de közben a bejátszásokban egy másik, korábban zajló történetet ismerünk meg. Emlékszem, akkoriban ezek az animációk voltak a legmenőbb dolgok, amiket láttam a világon, de amúgy most így visszanézve már kicsit megöregedtek, nem mindegy. Szóval, azzal kezdődik az egész, hogy Tyrael meglátogatja ezt a Máriust egy szanatóriumban, hogy megkérje, hogy mesélje el a sztoriát. Máriusz igazából csak egy teljesen szerencsétlen csávó, aki rosszkor volt rossz helyen. Szörnyű álmok gyötörték az első játékban megismert Tristrami kolostorról és a démonokról, akik ott anyáztak. Aztán elment egy fogadóba megpihenni, amikor belépett az első játék főhőse, Aiden, és éppen ott tört ki rajta a lélekkő gonosz hatása. Máriusz túlélte a démonok támadását, és mint egyedüli túlélő követni kezdte ezt a különleges utazót, igazából maga sem tudta miért. A rémálmaitól annyira félt, hogy egyáltalán nem mert aludni. Hetekig, hónapokig. Egyetlen egyszer aludt, akkor is rossz vége lett, mert az álmain keresztül az utazó, aki valójában nyilván maga Diablo lett, megtudta, hogyan is kéne kiszabadítani a többi démont a kövekből. Végül Máriusz meg lett bízva azzal, hogy menjen el a pokolba és pusztítsa el Bale kövét, ehhez azonban gyávának bizonyult, és a kezdő bejátszásban látható szanatóriumba menekült. A rémálmai továbbra is gyötörték, pláne mert nála volt egy démon lélekköve, úgyhogy az alvásra nem nagyon tudott gondolni. Azért akartam az első helyre rakni nyilván, mert egy tök szubjektíven maradandó élmény ez a fura, beesett arcú öreg karakter a Diablo 2-ből, és valahogy egész életemben szerintem így képzeltem el az igazi fáradtságot, a kimerültséget, ahogy ebben a játékban láttam én gyerekként. Emlékszem, mennyire sajnáltam ezt a szerencsétlen csábót, aki igazából tényleg semmi rosszat nem csinált, csak rosszkor volt rossz helyen, és belekeveredett a démonok ügyködéseibe, és teljesen tropára vágta az életét. Szóval, hogyha valamit meg lehet tanulni ezekből a játékokból, akkor az az, hogy igazából az én fáradtságom amúgy annyira nem is vészes. Egyfelől azért tudok aludni néha, másfelől meg abszolút ideiglenes. Nem olyan, mint egy rémálmok okozta inszomnia és pszichózis, vagy valami kísérleti drog, ami örökre ébren tart. Nektek mi volt a leghosszabb idő, amíg alvás nélkül maradtatok? Magatokra ismertetek ezekben a karakterekben? Írjátok meg kommentben, vagy beszélgessünk a Discord szerveren, ez linket találsz a leírásban. Azért is érdemes idejönni, mert itt semmiképpen nem maradsz le a streamekről, amiről értesítést küldök, amik amúgy általában kedden is csütörtökön délután vannak. Mint mindig most is nagyon sokat segít, hogyha lájkoltok, kommentáltak, feliratkoztok, követtek mindenféle helyeken, TikTokon, Instagram, Threadsen, stb. Várlak titeket legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.